Az helyzet, hogy kimaxoltuk a Ventimini-Sildont, legalábbis a különleges achievementeket megszereztük, megcsináltuk, úgyhogy arra gondoltam, hogy miért is ne lehetne Spirit Hunter-zezni. Hát az a helyzet, hogy én nagyon sunyi voltam, mert játszottam off-stream ezzel, nélkületek, úgyhogy például feloldottam ezt a Dark Moon Grove-ot, ahol még együtt nem voltunk, és szereztem ilyen rúnát, meg olyan kristályt, meg olyan piros izét, amit azt sem tudom, hogy mire lehet elkölteni. Ezt ki tudjuk végre rakni? Nem, mert kéne még infernális kaktusz. És a tornádot még jobban kell erősítenünk. Na tessék, 0,200 másodperccel gyorsabban tudjuk majd a chesteket kinyitni. Hát ez elképesztő. Mi van még itt, ami jó lehetne? Még egy shop megjelenik a térképen. Dark Twist. Még gyorsabb ládanyítás. Shuriken Ability. Arrow Ability. Ez miben más a battle? Ability Arrow. Miért van ott kétszer, srácok? Ez egy másik arrow? Még több. Aha, tehát ez egy másik pet, nem akarok másik petet. Még egy másik pet. De őt még mindig nem akarom. Ja, legyen még egy shop. Szevasz, citrom. Aha, kimaradtak azok a filmek. Például a Pierce Brosnan-es 007-eseket is nemrég kezdtük el megnézni. Ez milyen játék? Arena Survival-os. A karaktered támadását nem tudod irányítani, automatikus támadáson. Neked mozognod kell, fejlesztened a képességeidet, a fegyvereidet, úgyhogy ne hallj meg, és az ellenfelet pedig meghalljon természetesen. Na hát, kezdünk Magnusszal, mert hogy Magnus, ő az, aki HP-t nyer. Magnus és mondjuk az Orbital Fire-rel. Na, majd gyert fel is írom, Kleten. Jobb később, mint soha, nekem is sok nagy fél van, ami a mai napig kimaradt majd. Hát úgy is lesz rá időnk, persze. Benne vagy a játékban, bizony, Viridiana. Szóval a Dark Moon Grove, ez a harmadik pálya jelenleg a játékban. Lehet amúgy a csajszit kellett volna hozni. Így mindenkinek, skacok. Dot speed. Nem akarok tornádót. Inkább akkor a bont hozom el. Nem. Meg akarom mutatni nektek azt, hogy tornádó nélkül is élet az élet. Magic Mind mondjuk jöhet. A Tanglevine is amúgy jöhet. És megvan a négy fegyverünk, a Bonshot, Tanglevine, Magic Mine. Kérünk damage-et a tűzre. A tűz a kezdő fegyver, és amúgy elég jó.
tengelványra kérünk méretet, legyen szép nagy, mert fent tud benne akadni az enemy. Au. Dot speed. Az jó jön. Jobban pörögjön rajta a sebzés az elemén. A gombák ezen a pályán robbannak. Szerencsére hílelem magam. Most egy kis nyugi. Kéne speed amúgy a fireballra. Hát nem dot speed. Nagyon jó, nagyon jó. Ez itt most nagyon sok XP lesz. Na, speed. Nem tudom egyébként, hogyha a gomba öli meg a csontikat, meg az ellenfeleket, akkor azért nem kapunk XP-t, lehet. Mi? Dot speedet annyit kapunk, de nem tudom kihasználni. Milyen kis boldog tökök jönnek itt errefelé. Attack size, na az is például jöhet. Na, speed! Minél gyorsabban körözön mellettünk. Mondjuk azért a keresztapákat például láttam. Keresztapákat azokat például láttam, és nagyon-nagyon tetszettek. OSI-z a tengelványra. Azért nem akartam most tornádot, mert így ne kelljen már az XP után rohangálni. OSI-z. Megnőld az összes tököt, mert töketlen leszel. Mizu is Stélon. Mind a kettő nagyon jó. Én úgy érzem, hogy a harmadikkal az neked annyira nem tetszett, Klepa. Az nem létezik. Lehet, hogy túl nagyra csináltuk a tüzet. Akarunk-e még egy tengelványt? Még egy szerintem belefér, de kettőnél több már szerintem semmiféleképp. Bár nagyon szép menekülési útvonalat tudna csinálni. Na, még gyorsabb tűz. Bocsánat, szerintem kéne tenni hangot a játékra. Itt annyira lassúak az ellenfelek? Legyenek csak azok. Legyenek csak azok. Így is inasba tudnak tenni. Ez olyan Stélon, mint hogy a Narniából nem tudják sokan, hogy nem csak az első része van. Mik ezek a fura lányok? Ezek valami horrorfilmből jöttek, nem? Ott a tök király. Amúgy nyilván tovább is kéne mennünk, tehát nem csak itt lovoskodni. Szegény kaptárok, Viridiana. Szegény Mila Jovovics.
Na, még speed, ez az. Azt hiszem, jött egy boss. Damage, igen. Na, még egy tök király. Speed. Egyértelműen a speed. Ott van a Moon Knight. Kis Moon Knight. De miért menekül a Moon Knight? Gyere csak ide. Damage. Kéne pet, aki szippantja itt nekem az XP-t. Lehet ilyet kérni? Na. Petet akarunk. Hali? Én minden játékkal nyomolok, de a gép kicsit régi, V8.1-jel. Szevasz, Acél Titán. Windows 8.1. Szerintem nekem az az oprendszer volt. A legkevesebbet a gépemen. Vistám nem volt, tehát azt azért nem mondtam. Már nem is emlékszem, hogy milyen volt a Windows 95, meg a 98. A 2000 az élénken az emlékeimben él. Ja, ez olyan rossz ebben a játékban, hogy így eszenciális része az, hogy petet szedjél, meg ássál, meg ilyenek, azt amúgy nem is tudod, hogy hol kéne. Csak is az Ubuntu. Szegény Ubuntu, előző héten töröltem le a laptopról. Na, ilyeneket kell ölni valamihez. Ezeket az átszúrt nyilasokat. Speed. Ez amúgy annyira durva, srácok, hogy így nyomom itt a felfedezőt, azt így nincs loot. Na végre az első láda. De még mindig nem egy ketrec. Tengelvány méretnövelés. DOS 6.22-nél kezdtem, az komoly. Az igen, hogy viszik ott a koponyát a katicák. Na itt egy shop. A shophoz nekünk még kéne coin. Nagy valószínűség én is DOS-on játszottam a Jack Rabbit-ekkel, ha minden igaz, legalábbis az első résszel. De hát akkor én még nagyon kicsi voltam. Ott van benne a falba a coin, és nem tudom kivenni. Thank you.
attack size. Mondjuk ezt lehet, ki kellett volna hagyni. Ott a sok XP, nem tudom felvenni. Kéne az XP szívogató pet. Na. Nekem az rémlik a régi gépezős időszakomból, hogy volt valami programozós cucc, amikor a teknőst kellett irányítani. Megmondta neki, hogy merre menjen. Ennyi rémlik a régi időkben. A Comenius logo? Azaz. Jó, még amúgy pár dolog rémlik, de nagyon kevés. Pénz! De utáltam. Pedig csak az aranyos teknőst kellett irányítani. Na, itt volt valahol a shop, igen. Na. Az a szadomazsi. Na végre. El se hiszem. Nem tudom. Gyere rám, Róna. Ha nem, azt megnyertél? Hát nem, ha legyőzöm az enemiket, a bosszokat, akkor nyertem. Ha nem halok meg, akkor még nem nyerek, mert... Óhó! De mondjuk ez is egy opció, persze. Ott látjátok alul a timeline-t, hogy mennyire állok jól. Na. Plusz egy minden damra, ássál inkább. Micsoda? Még valaki használja a Comenius logót? Honnan? Az hogy lát? Azt hittem, hogy az eltűnt. Most így mi van? Oho, ott a kaszás. Nagyon jól dotolunk. Meg nagyon jól hílel amúgy ez a tüzes támadás. Opp, a boss meg is halt. Now a size. Én mindig használják? Komolyan? Wow. Én csak azért tudok róla, mert apum volt a rendszergazda általánosba, ahova jártam elsőtől másodikig. És akkor így segítettem neki a gépekbe, és mindig néztem, hogy mik vannak a gépen, és így, ja, akkor felfedeztem, hogy van ilyen, de nekem nem tanították ezt. Na. Attack size. Number. Legyen cooldown rate csökkenés a bombánál. Installáljuk a bombát. Robertá is rendszergazda? Egy hoppácska. Ajaj. Szűkül a kör, ez valami Battle Royale lesz. Ez az. Még gyorsabban pörögjön. Még gyorsabban. Még nagyobbat? Ja, nem.
Jól lenne felszedni az összes XP-t. Még nagyobb, ahol a Tanglevine-ra. Jött egy boss, az utolsó előtti boss. Itt úgy néz ki, hogy mindenki nagyon... Tökes. Jó, na a dot speed lement nullára, ez azt jelenti, hogy... folyamatosan tikkelni fog az enemin egy egyes sebzés. Dot damage range increase. Persze. Még gyorsabbnak kéne lenni ennek a tűznek. Attack size. Aha, persze, a Tanglevine-ra mehet az attack size. Én úgy érzem, rippentyű. Tanglevine még megmenthet itt minket. Dot damage a robbantóra. Ujj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 j
Nyög, nyög. Remélem a boss majd meg fogom tudni támadni. Halló, boss? Halló? Nincs boss. És akkor... ja? Értitek, szűkülés van, de a boss nem jön be. A boss ennyire szveg. A boss... az arénán kívül van. Mi ez a boss, srácok? Nagyon gagyi. Ó, 34-es Orbital Fire, very big. Az infernális kaktusz kéne még megölni párszor. Amúgy most töltök meg először. Most voltunk először ezen a pályán. És most töltök meg először ma a rajta levő bosst. Az orákulum örül. Na. Hex Ability, Critical Strike-os pet, mondanám, hogy GG, de túl egyszerű. Hát ez nem csinált semmit konkrétan. Hero Loot Mágnás 1%-kal megnő. Minden karakter HP-a 10%-kal megnő. Rupert nevezetű pet, illetve Chris nevezetű pet. Spine Dune. Ó, micsoda, van még pálya. What? Igen, elég durva a skillfa. Nem is tudom, mit akarok így hirtelen. Nem tudom, mi lehet ez az Aero is. Meggondolom ugyanúgy, mint itt ez a tornádó. Dark Twista. Melyik pályán lehet a Dark Twista? Aha, dotot növeltünk a tűznél. Ott van Rocky. 2% kritsa. Tanglevine dot, Tanglevine dot, Tanglevine cooldown.
Vagy még gyorsabb chest nyitás. Nem, mint hogyha találkoztunk volna chest-tel. Jó, Tanglevine, tessék. 900 volt amúgy acéltitán, jól láttad. De elkaltattam. Kaktuszt kéne venni, de kaktusz melyik a pályán? Melyik pályán van? Hát akkor mehet a Vivian. Mehet a Vivian vele, igen. Vagy nyomjunk. Hát nem is tudom. Menjen ez. És akkor desszerten nyomjuk. Desszerten a... Hát a hard módot. Ez az komoly lesz. Amúgy valószínűleg nem Vivian-t kellett volna hozni, mert Vivian gyengusz. Abból a szempontból, hogy nem tud hílelődni. Tanglevine. Ugye most buffoltuk. Megy a reroll rögtön. Magic Mine. Hoppá. Attack size. Jó. Legyen a Grand Hex. Tanglevine. Na, Orbital Fire Speed. Oké. Tanglevine Dot Damage. Hő, bizony. Hoppá! Itt egy láda. Tanglevine AOE. Na, jött egy boss. Ő a... az űrhajós Moon Knight. Ó, jó, jó. Ezek a legyek elég combosnak tűnnek. Ajaj, de valószínűleg másik karakter kell. Jó, kaptunk még egy boss-t. Aha. Dot damage a Tanglevine-ra. Na, hát végre speed. Meghalt a második boss, igaz? Az első még nem. Jött egy kis heal. Hoppá. Attack size, mert... Na, meghalt az első boss is. A Grand Hex legyen még nagyobb. Adott tikkelyen gyorsabban a tűznél. Mondjuk, ha gyorsabb lenne, annak jobban örülnék. De úgy néz ki, hogy ezt nekünk nem akarja adni a játék. Jó, legyen nagyobb a Tanglevine. Ujjjj, hő, bizony, hő! Dam. Nem akarja adni a tűznek a fejlesztését. Nagyobb Tanglevine-t. Hő, bizony. Hát nagyon jó lenne nekünk, hogyha tűzzel... Na. Steam pontok csupa haszontalan dologra vannak. Mint például, hogy milyen csili-vili legyen a profilon.
Ez segítne tiszteletes. Mármint nem, nyilván ezek nem haszontalan dolgok, ezek valakinek igen font, igenis fontos dolgok. Egyébként is láttátok már, hogy milyen menő izsákos profilom van? Speed? Dot speed? Oho! Egy nagy kukac. Jézus! Ereje. De miért két boss jön rám egyszerre? Hát, ha meghalok. Oh, a size. Ha! Jó, kaptunk még egy boss-t. Mondjuk milyen lenne egy hard mód, hogyha nem ilyen. Hú, én nem tudom most... Jó, köszönöm szépen. Na, de azért ez eddig a legjobb hard módunk. Hogy lehet ilyen pofátlanul lemásolni egy eredeti ötletet a mai világban? Mire gondolsz? Engelwine. Az mi? Azt meg tudjuk venni? Mert Hex cooldown csökkentés? Aha. Magic Mine? Magic Mine fejlesztés? Nem. Nintendo-nál többet érnek a coinok, elég sok játékot vettem már belőlük, és minden vásárláshoz adnak X számú coinocskát. Ja! És a coinokat azt mondod vásárlásra be lehet váltani? Na tehát Magnus a Fireball-jával rámegy a desszertre, így. Sajnos Vivian nem segített nekünk. Szárgyút coinokból vetted meg. Tanglevine. Tornádót nem veszünk, de a Grand Hex az jöhet. Jó, jöhet még ebből. És amúgy valószínűleg a Spirit vesszük még ki. Miért a dotot adja? Zai, nem tudok mit csinálni. Mondjuk a Grand Hex cooldown csökkentés az elég király. Bizony. Nagyobb Bauer is jó belőle, bár hát én nem azt akarom. Bauer size egyértelmű. Legyen még nagyobb a Tanglevine. Na, itt egy kaktusz. Ő csak csúnyán néz ki. Vagy mármint, hogy menőn néz ki, persze.
Jaj, de jó, hogy mindegyik Grand Hexes asztal. Na hát, kaptunk még egy boss-t. Bár ugye ott a timeline-on nincs amúgy semmi. Mizé, mit csinál az a légy rajtam? Fúj. Attack size legyen, attack size növelés. Attack speedet kéne növelni. Amúgy nagyon szemét a játék, így fire, tehát hogy a tűz az, amivel az orbital fire-rel tudnék healelődni, és egy deka fejlesztést nem kapok hozzá. Most se, látjátok. Fúj. Nagyon szemét vagy játék. Most se. Nem elég, hogy nehéz a játék. Még szivat is. Na. Az első. Jó, csak az a gond, hogy most már tehát, rossz az RNG, tehát ezt újra kell kezdeni. Na legalább meghalt a boss. Tehát, hogy négyszer tudtam fejleszteni rajta, és volt egy olyan alkalom, amikor a Grand Hexnél négyet is beadott. Jó, akkor mehet a kövi. Ugyanez. Na. Borzalmas volt. Szia, Andi, ha-hó. Mi újság? Na. Most látjátok? RNG. Tanglevine. Damage. Oké, ki tudtunk szökni. A tüsis katicák fogságában. Amúgy lehet a cleave-et kéne? Nem, a spearünk van fejlesztve. Ó, pet! Na, hello. Ha belehalunk is, ezt ki kell venni. Grand Hex. Na, mágneses pet, nagyon jó. Damage növelés. Speed, nagyon jó. Attack size. Ilyen több tengelványunk. Bár amúgy kéne az attack size is. Ó, itt a kaktusz, akit meg kell ölnünk. Speed. Aoe, Tanglevine Aoe. Nagyon jó. Grand Hex Aoe. Tanglevine Aoe.
Azt hiszem beszorulunk, vagy én nem tudom, valami történik. Speed, nagyon jó. Jézusom, nagyon, nagyon nyomják itt, ahová. Itt van két láda is. Lehet amúgy még több tengelványt fel kéne venni. Édes Istenem. Damage. Úristen! Damage. Speed. Jó. Ott vannak ládikók, tehát azok tudnak rajtunk segíteni. Legyen hosszabb a tengelvány. Damage. Ott a boss. Jó. Speed. Nézzétek, mi van a kukac fején. Tehát ez egy gentleman kukac, amúgy. Már ha van ilyen. Már pedig látjátok, van. Jó, még speed. Ezek a tüske és katicák be akarnak szorítani. Pet. Cooldown csökkentés a Grand Hexre. Hú, ezt a petet be kéne zsákolni, srácok. Dot damage a tengelványra. Nagy mázli. Hát, ássál akkor ki valamit. Meghalunk. Oh, ez szájsz. Oké, megvan a kiút. A boss nem akar halni. Bizony. Amúgy valószínűleg még nem áll készen a karakter a hard módos ránokra. Szevasz, Vexor! Fú. Kár. Na, tehát itt láttunk valahol baloldalt egy pályát. Spine dűne. Oh. És akkor erre a hard mod. Még gyorsabb ládanyítás. A tornádót tudjuk fejleszteni, ha minden igaz. Így van. Így van, mert a tornádó build. Hogy vagyok? Nagyon jól. És te? Szevasz, Vexor. Mi újság? Féri Eritet kell ölni.
És jó vagy? Na, örülök. Plusz egy mágnes. És még gyorsabban nyissuk a ládát. Na. Akkor mehet Magnus újra. Viszont most Magnus tornádóval. Vagy Vivian nyomja tornádóval? Vivian tornádóval mit állokoltunk amúgy? Ho-ho. A sivatagi pályán a spine dűnét. Á, tehát akkor nem is három pálya van. Oda nézzetek. Mi a fene? Szegény katicák. Ja, hogy ezek nem halnak instant, az probléma. Akkor hogy lesz így XP? Hát ha folyamatosan jobbra megy a tornád, akkor nem fogunk senkit sem meg... Az nagyon jó. Tornádó? Most meg fölmegy, de hát arra nincs senki. Nem szeretlek. Tornádó? Na végre. Csak nem fogsz megölni senkit. Igen. 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 Jó lenne egy szintet. Egyszer szintet lépni. Na, ez az. Ez az. Na végre. És akkor jött az Orbital Fire. Grand Hex. És nyilván majd a tornádót fogjuk fejleszteni. Csak így az elején látjátok, kell minden. Hogy így midi range-be tudjunk érvényesülni. Ja, és akkor még a Tangle Vine. Ja, és mint látjátok, tehát hogy kivettük a tornádót, azt nem a tornádó fejlesztést. Na végre. Na végre. Jó, ezek milyen asszonyok. Nekik mi bajuk van szerintetek? Menj már innen! Jövőre mi a heti epic ingyenese? Melyikről? Nyomtam, Andi. Jó féle. A Supraland, hogyha arra gondolsz. Ninja asszonya, de hát be voltak izélve. Mindenezve. Kötözve. Ha, meghalunk. Egy HP. Na jó. Úgy néz ki, hogy vissza kell menni a... Jól van. Jó, tehát akkor Orbital Fire. Roppant izgalmas buildeket tudunk így menni, hogyha új pályát akarunk nyomatni. Magnus? Vagy legyen Vivian? Hát végülis nem hard modról van szó. Nézzük meg. Egyiptomi ninja asszonyok? Bebugyolálva. Hoppá! Vannak nagyon jó közöttük, én a Tomb Raider sorozatra rögtön rácsaptam. Ja, hogy összesen a Epic heti ingyenes játékokra. Ja, értem, Andi. Értem. Hát azok nagyon jók szerintem, és azért is csinálom ezt, hogy csütörtök esténként belenézünk, mert sok olyan játékot adnak egyébként, amik így nem nagy nevek, és elvesznének a süllyesztőben. Azt se tudjátok, hogy megéri-e begyűjteni például.
Na, attack size. Magic Mine. Már jönnek a robbantósok. Itt egy kör van, amit ki kell számolni, hogy nyerj meg, tudni kell használni. Hú, ez most mi? Ezt most nem értem. A céltitán, amit írsz. Ez olyan volt, amit írtál, mint hogyha egy bot írta volna. Ja, a Supra Land az jó cucc. Az nagyon jó cucc. Amúgy AOE-ra kellett volna rámenni a Tanglevine-nál, azt hiszem. Speed! Na végre. Egy kis speed. Na megjöttek az asszonyok. Nem vagyunk előrébb. Jó, én kijövök erről a részre. Nem tudom lefutni. Na végre. De jó lenne, ha nem tudom ezeket a bombás fiúkat lefutni. Damage. Nem. Az a helyzet, hogy a játék azt akarja, hogy még másik pályán grindoljak. Hát a tűzsóval, de nem mondom meg, hogy hogyan indulnék el a kiszámolásába, csak játsz ez valami Jedi elmetükról. Ez most olyan acéltitán, mint hogyha valami démon megszállt volna, és elkezdi csapkodni a billentyűzetet úgy, hogy szavakból állnak a mondatok, de nincs értelmük. Ne haragudj. Tűzsóva. Van. Megszállta a Google Translate-t, a céltitán? Lehet. Jó. Ezt nem lehet így. Az élet rövid valóban, ahogy az orákulum mondja. Hard mod indítottad a szintet, ahogy lehet. Komolyan? Lehet amúgy. Hard moden indítottad a szintet, ahogy láttam. És mély világít mindkettő. És ez így micsoda? Köszi szépen egyébként a 100-as csírt. Na várjunk, várjunk. Most mi van? Hát, hogy én nem a visszára nyomtam rá? Tehát, start run. Igen. A backre nyomtam rá! De amúgy nem is tudnám elindítani hard módba. Most így nem tudom, mi van. Bugot érzek a levegőben. Na de most egyből megöljük. Tehát akkor valamiért hard módba indult el a map ezen része. Értem. Hát akkor jó, köszönöm szépen. Én nem gondoltam, hogy hard módba el tudok indítani
egy olyan pályát, ami nincs is meg hard módba. Aztán amikor meg a backre nyomtam rá, el se indult. Majd akkor, amikor a backre nyomtam rá, akkor indultál. Jó, a bonsetot csak úgy hívesszük, legyen. Legyen egy kis melee védelmünk. Speed. Opa. Hú, de szívás, hogy ekkorát kell kerülni ahhoz, hogy felvegyem a chestet. Hát ott van ugye Pet is. Attack 100 jöhet. Speed. Húha. Power size a Tanglevine-ra. Megjöttek az asszonyok. Damage. Aha, aha, ott lehet petünk, viszont én előtte áskálódok. Kicsit. Köszi szépen amúgy, Brezmankia elpet. Egy roll mehet. Damage. Ujjjjj. Jó, Tanglevine legyen hosszabb. Legyen nagyobb. Legyen nagyobb. A paticák akartak valamit. Na. Hé. Hey. Na. És akkor mehetünk följebb. Elhúzza tőlem az enemit. Movement speedet ad, áskálódik. Hát én jobban szerettem volna. Na. Ez zsákutca. Érdekes pálya design. Azt hittem, hogy beragadok. Ez nagyon érdekes pálya design. Jó, most amúgy lehet meghalunk. Attack size. Jézus, beszorultam! Kapta a boss.
kapják a csajok is. Hát így be lehet szorítani az enemit. Szevasz, pocó. Köszi az ajándékot, megnéztük az akanét. Jóféle volt. Még nagyobb, de ennek semmi értelme. Jó, jó. De na, miért ad ilyen hülyeséget? Most komolyan, hát akkor elrollolom. Damage, na hát az inkább. Most merre? Lefele? Esik. Na, speed végre. Te is láttam, hogy nyomtad, pocó, te hanyas ilyen killig jutottál meg ilyen streakig. Nem tudom, kérek nagyobb AOE-t a Tanglevine-tól. Hát amúgy valószínűleg meghalunk. Na, végre, speed. Itt vannak ezek a tornádok. Ebből kell egy csomót megalnom. Na, speed. Na hát most merre menjünk, lefele vagy fölfele? Tök mindegy mifele, ugye? Dot damage. Na, kaptunk egy boss-t. Dot speed jöhet. Ja, hogy a Moon Knight-ot kaptuk, értem. Na jó, ez... Tehát, hogy jó, ez a pálya, tetszik. Az nem tetszett, hogy attack size-ot felnyomtuk 6-ra. Az hülyeség volt részemről. Na nézzük csak újra. Start. Bár megmutatom nektek, hogy legalább számolja a tornádót, tehát a tornádónk még erősebb tud lenni így ezáltal. 112-nél járunk, és 350 kell ahhoz, hogy feloldjuk a dolgokat. 300 kill, 110-es maximumból, és 236-os boldness a rekordom. Az a boldness, az micsoda? Amúgy, az mit jelent egyáltalán? Nekem 150-ig sikerült eljutnom killekbe. Igen, jöhet a Tanglevine. Bár így már lehet, hogy tornádózni kéne. Nem, azt majd legközelem. Azt a special move-okra kapod, úgyhogy nem a tornádós bérdet nyomod. Mert azt akarom majd erősíteni, és most tornádókat akarok ölni. Hát azért nem a tornádós bérdet nyomom, mert minden bérdem lehetne tornádós. Úgy meg uncsi lenne a dolog. És hogy oldottad fel az újabb fegyvereket amúgy, pocó? Most olyan bildet akarok nyomni egyébként,
hogy minden XP-t fel tudjak szedni, és a tornádóval nem tudok minden XP-t felszedni. És végig akarom nyomni ezt a pályát. Amúgy valószínűleg a Grand Hex-et kellett volna hozni. Speed! 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 Ezt olyan ritkán adja, hogy most nagyon örülök neki. Speed! Speed! Damage! Ennek most nagyon örülök. Ennyi speedet kidobott. Fegyverekre valahogy nem áll rá a kezem. Nekem arra inkább rááll, mint hogy dodzsoljak, vagy mi perizzek. De az ennélre darálás az nagyon király volt. Jó dot damage. Tűha. Hát igen, tűha. Na hát ez itt most minden, attack size. Ez most egy nagyon szerencsés ránnak indul. Damage. Ott nem tudom mi sebzett meg. De valami nagyon fájt a karakteremnek. Ahová. Nem akartam neki menni, de ha már itt vagyunk, akkor eszünk. Ezek a charge-olók nekem nem is rémlenek. A lángyások. Ja, jó volt ez a robbantás, megérte. Ja, mert valószínűleg ők nem tudtak átjönni. Azért nem rémlenek. Damage. Attack size. Dot speed. Damage. A csajok átjönnek a falon. Ők ilyen keményben vannak. Elvileg van bosszunk, mert hallottam, hogy spawnolt. Ja, van, csak nem tud átjönni. És merre meneküljek? Fasz a damage.
Hát én azt mondanám erre, srácok, hogy ez egy nem átgondolt pálya a design. Jó, hát akkor kiveszük a tornádot a kövében. Jó. Sticky. Na. Jó volt, jó volt. Oho, XP. Attack size. Ez az. Egy kis cooldown csökkentés kéne rá. Nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó. Jó, de arra nem lesz enemy tornádó, mit csinálsz ott? Mázli. Tengalvány, tengalvány, kivesszük. Hát, igen. Célzás az nem erőssége a tornádónak. Ezért kell a cooldown csökkentés. Jó, Grand Hex. Oké, okay, fölfele lehetne menni. Ott, azaz. Hát legyen Grand Hex, ahol. Attack size, tornádóra, nagyon jó. Jó, legyen hosszabb a tengelvány. XP! Jó, 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 jó. Ahová. Lefele. Fölfele. Mondjuk így nem tudom, hogy hogy fogunk boss-tölni. Arra nem gondoltam. Na. Ujjjj.
Na, cooldown csökkentés. Na, lefele, nagyon jó. Még lefele. Megint lefele ment, de az már nem volt jó. Balra, balra, balra. Persze, persze, igen, ott átmegyünk. Na. Ahová? A Grand Hex-re. Jó, milyen jó, hogy felfele megy. Na, ott, ott a boss, ott a boss. Attack size. Ott a sok XP. Szia XP. Mehet a jobbra, mehet a jobbra. Ott halt a boss. Gyűjtöm, gyűjtöm a boss lootot. Okay. Még nagyobb tengelvány. A tengelványnak kell ríznie kell. Na, hát elvileg most jön a sok XP. De a tornádó alatt átbújnak ezek a szemét homokszellemek vagy mi. Édes Istenem. Hajt a tatár. Hát igen, most lenne jó, hogyha a tornádó arra menne, amerre az enemy van. Balra, balra. Kösz, köszi a balrát. Na. Kudán csökkentés. Lefele, lefele esetleg, lefele, lefele, még nagyobb. Milyen jó, hogy fölfele megy. Még egy kis föl, köszönöm szépen, köszi, köszi, lefele. Azaz. Na hát, legyen nagyobb. Nagyobb ahová. Mi ez a darázs, vagy mi? Már mindegy, mert meghalt. Jött HP. Még cooldown csökkentés. Oké, attack size növelés. Méret, tehát hogy mennyiség növelés. Még méret. A very big-ek very big-je. Még méretnövelés. Bosszölés ebből nem lesz, srácok. Az, az egyszer biztos. Szia, Feedmax. Jó a hangeffekt, amikor gyűjtem az XP-t. Dot damage a Tanglevine-ra.
Nem úgy, pet is kéne, minden kéne. Na még kudán. Ja, a forgószél, ez a tornádó nagyon jó, nagyon szeretem. Nem akartam most ezzel jönni, mert úgyis következőnek erősíteni fogjuk, ha minden jól megy. Mondom, addig nem hozom be. De úgy néz ki, hogy kellett. Ide bizony kellett. Says. Jön a boss, azért van ilyen nyugi. Oké, meghalt a boss. A tornádót nem lehet irányítani. Önfejű. Azért nem mindig a legjobb pick, mert nem biztos, hogy fel tudjuk venni a lootot, ami esik vele. Majd lehet bányászni. Na, egy kis CD csökkentés. Még attack size. Gyűjteni a sok XP-t. Ma estét a Summer Sale. Hoppácska. Ott a shop, ahogy látom. Nem tudok ennyi támadást kikerülni. Ja, szóval azt akartam kérdezni, hogy és van-e valami, ami nagyon jó lenne, hogyha le lenne árazva, amire mindenféleképp lecsapnál, vagy esetleg ti, srácok? Komolyan amúgy? Majd a Cyberpunk démoni.
a Cyberpunk Survivors. Az egy boss volt. Game of Wishlist-en? Uh-huh. Engem a ma megjelenő új PS Plus előfizetés jobban megmozgat. Kíváncsi leszek, milyen PS1... Milyen PS1 és PSP-s játékok kerülnek be. Aha. Hát én azt sajnálom, hogy a Cyberpunkhoz nem jön content. Azt nagyon sajnálom. Roll. Zsír, szélom, hogy már megvan a magyar lista ilyeshez. Ajaj, ajaj. 2 másodpercenként nyomom az újabb tornádót. 1,8 szekenként. És ott egy kaktusz. Rollolunk még egyet. Knockback power-t kérünk rá, mit szóltak. Bár én azt annyira nem érzem a knockback-et. Túl sok XP van lent a földön, és zavar, hogy nem tudom behúzni mindet. OSI-z a Tanglevine-ra. Aha. Van itt moderátor, aki tudna a Stélónak permitet adni, srácok? Ha nincs, akkor kitabolok. Köszi szépen, Astronomist. Pet! Az utolsó pillanatokban lesz petünk. Néz ki, hogy lefagyott egyébként is a bot. Vagy nem? Én nem tudom. Lebreagált Astromisnak. Ne nyomok rá egy újraindítást, hát ha jó lesz. Köszi szépen a linket. Valami banda terület foglalós side activity. Aha, nem volt bot, aki pörzsöljön, igen, igen. Be lehet pörzsölni, pörzsölt volna. Movement speed, tessék, kikérjük a movement speed-en. Visszamegyünk még gyorsan a shophoz. Utolsó esély úgyis. Mondom a shophoz, köszönöm. Rúna. Ja. HP nem érdekel. Viszont ezt még megvesszük. Hát ebből már nem lesz szintlépés. Ajaj, 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 ú. 1000 HP, azt mondja a játék. Hát csak a boss kell megtalálni.
Nem akar rálépni, srácok. A tengelványomra. Úristen, nagyon necces volt. Hú. De meg lett, srácok. Meg lett. 35-ös tornádó. Olyan kisi volt már a kör. Azt sem tudom, hogy hogy lett meg. Na, srácok. Ezt ki tudjuk rakni. Dark Twista. És nem tudom, miért írja ki, hogy a tornádót unlockoltuk, amikor már megvolt. Knockback power. Plusz egy tornádó cast. Nagyon jó. Cooldown csökkentés, és kritelhet a tornádó, valamint plusz egy dam. És az ott mi? Banner upgrade. Plusz egy tornádó. Cooldown csökkentés, knockback power. Aha, és krit. Akkor a cooldown csökkentés. És más nem is tudom kirakni. Szia, Asdelel! Szia, Hero! A pet cage-et gyorsabban tudjuk majd kinyitni. Na, hát akkor erre a pályára nem megyünk. Vagy menjünk? Mondom őszintén, nincs kedvem menni még egyszer ezen a pályán. Inkább a Dark Forest. Dark Forest a Vivian-nál. Na, most hármat lövünk. Hát az arra nem jó, tornádó. Az se jó. Kikérünk egy Orbital Fire-t. És kérünk Attack Size-t már most. Ez most egy farmolós kör lesz. Magic Mind, tessék. Attack Size. Nagyon jó, nagyon jó. Speed. Knockback Power. Biztos amúgy működik az. Cooldown. Cooldown. Knockback power. Én azt mondom, hogy tornádóra bármi jó. Tengalvány. Csak ne robbantsam fel magam a gembával. Au. Eddig kettőből kettő gomba megsebzett. Jó. Legyen hosszabb egy kicsit a tengelvány. Ott is. Itt is. Amott is. Attack size. Legyen very big. Azt mindenki szereti. Még nagyobb. Legyen nagyobb a tengelvány. Elakadjanak benne. Na, de balra támadj. Tornado.
Tornádó balra? Balra? Szerintem most már értitek, hogy nem akarok tornádózni. Önfejű. Speed. Énepet. Tessék, kérünk rá az egy cooldown rétet. Au. Ja, csak egyedül kevés a tornádó, hogyha így valamit is akarok csinálni. Na, Pat. Szia, Debolan! Nagyon fura, hogy most nem kapjuk azt a petet, aki ide hozza nekünk a lootot. Keresem, hogy melyik ládába lehet heal, de így egyikben sincs. Szia, Navababa! A vörös kaszás. Tudom, hogy csak 10 pont van, de pont XYZ és a többi. Én úgy érzem, a mai chat sokkal másabb, mint a megszokott. Valami furcsa. Mi történt? Valami megváltozott. Valami nagyon megváltozott. Szia, Black Witch! Ajaj. Nagyon kevés a HP-nk. Ahová? Bár lehet a dotra kellett volna inkább rámenni. A dotra kiakra. Dot, igen. Még több XP, ez az. Még XP-t ide. Mi a dot speed tökre, az tökre kell. Persze lehet, hogy csak én vagyok ma értetlen, vagy olyan, aki nem érti meg, hogy mit akar mondani a másik. Simán lehet, hogy erről van szó. Attack size még nagyobb, még hatalmasabb, még halálosabb. Még több.
20 HP. 21 HP. Minden van ez? Jól van. Akkor jó. Jújúj. Piros halál. Meg a múmia nénik. De a néniknek a haja az miért nincs beizélve. Kötözve. Nem csak te nem érted némelyik mondani valót, ha... Akkor jó, köszi szépen, Skull. Azt hittem velem van a baj, hogy most így... Szegény boss meg ide be van szorulva már mióta. Jövök. Szia, itt vagyok. Mennyi láda. Volt HP? Na bakker. Az előző bossban volt HP? Látom, mire odaérünk... Ja, az már nem lesz ott. Jújjújjúj, megtoltak! Na hát, akkor most ki kell nyitni ezt a ládát úgy, hogy... okosba. Nagyon okosba. Tudom, kérünk ilyen knockback power-t, nem tudom mit fog ezt csinálni. Ez egy olyan stat, mint a legtöbb játékban a luck nem csinál semmit. Jújjúj, az nagyon nagy probléma. Lehet amúgy lett volna cooldown reduction. Azt kellett volna amúgy választani. Attack size még nagyobb. Az ott nagyon sok XP viszont. Csak nem támad arra a tornádó, persze. Bara, tornádó, bara. Most. Ez az. Szipolyozások. Nagyon jó. Na, cooldown csökkentés. Még cooldown csökkentés. Ládákat kéne nyitni. Szia, Inkvi. Attack size. Persze, még nagyobb legyen. Akkora legyen, bele se férjen a képernyőbe. Az a legjobb. Szevasz, T-Rex. Na, milyen billentyűzeted van, Inkvi? Esély. Tűz damage növelés. Heal Series Apex 5. Oh, nice, használd egészséggel.
damage. Vagy láda. Annyi tornádó kell, hogy maga mögé is tornádót tegyen. HP. Még HP. Cooldown csökkentés. Au, au, au. Ez a bossnál lesz majd szívás, hogy nincsen HP-m. Hybrid blue switch-es. Jó kis kattogós. Anna itt a kosaras, a kosaras csontváz, srácok. Meg is halt. Kosaras csonti. Hát... van más rajtad kívül a szobában, miközben egy blue switch-es billentyűzetet használsz, amellett még gondolkodni se lehet. Az olyan. Hát a keskeny enter az, az megszokós, nekem is most az van. Mert amerikai angol kiosztású a billentyűzetem. Ez így elképesztően sok XP, amit be kéne szívkodni. Au, au. Dot damage. Most már próbálok a bossra felkészülni. Az end bossra persze. Ott egy bohóz csonti, bár nem látjátok. Már meg is halt. Damage. Akna damage növelés. Damage, tornado damage. Tanglevine damage. Hogy tehát eddig a 7? Jól, rengeteg játékot tudtam megnézni. Végig játszásokkal nem haladtam úgy, ahogy szerettem volna, de hát... most ez ilyen. Nem mehet minden úgy, ahogy szeretném. Au. Gyerjön az end boss. Dot speed. Keresni a boss-t. Van.
vajon meg fogom-e sebezni? Na végre. Elkezdődött. Oké, azért szépen kapjam. Van, meglepően szépen kapja a boss. Jól van. Jó volt hazajön az állás interjúra, hogy itt vált az ajtóba a doboz. Hát ilyen új kütyűt kapni mindig jó érzés. Jaj. Na. Ugye lehetne még tovább fejleszteni a tornádót, még erősebb legyen. Hol lehetnek képességek például? Az Aero Shuriken, azt még ugye nem néztük. Increase all hero crit chance. Arra kéne rámenni. Még gyorsabb ládanyítások, még több HP, az amúgy nem érdekel. 20 golddal többel kezdek. Még egy hard mod. Ezt a hard modot el kell engedni. Egyszerűen nem tudjuk. Túl durva, még most. A pet megduplázhatja a kristályt. Van itt Rupertünk, 50%-kal többet érnek a coinjaink. Na mutasd ezt! Chicken Red! Increase all hero damage. És egy kasza. Reapert kell ölni hozzá. Még egy achievement. Increase rune drop rate. Letettem minden cukros dologról és kenyértészt a fogyasztásról, plusz napi biciklizés, és eddig két hónap alatt mínusz 13 kiló, persze van onnan, és még egyszer ennyit legalább akarnék adni. A lényeg, hogy köszönöm a motiváció busztot. Na, örülök. Főleg, hogyha ez így ezek után jobban is érzed magad. Az a lényeg. GG. Az a nagy alak, hogy mit kéne most fejleszteni. Megnézni az Aero-t mondjuk, hogy milyen. Szia Csoki, szia Kuki. Csoki és Kuki. Kassa. Kassa, olyan alap nekem még sincs kifejlesztve. Szemáz, szia. Na. Tehát, vele sokkal nagyobb minden. Még a tornádó is. Heal-el kettőt rajtunk, hogyha elkasztoljuk a Tanglevine-t. A Spear is nagyobb. Na jó, és ő mit tud? Sokkal gyorsabb az Orbital Fire. Cooldown csökkentés. Kassa cooldown. Rank 3-as bonusáttal kezd. Cooldown rate-be legalábbis. Vivian túl jó. Vivian ezen a pályán.
Bár nyilván a tornádóval kellett volna kezdenünk, hiszen az az, ami így nagyon erős. Ero. De én most így az alap képességekkel szeretnék játszani. Mondjuk a bonset az nem az. Jön a Magic Mine. Ja, a home office-ba könnyű plusz kilókat felszedni. Ez úgy szemez, hogy ikeg arra felé. Spear. Jó legyen a spear. Az is még erős. Kritálhat, kritálhat. Mármint, hogy még többet kritálhat. Attack size 10%-kal nagyobb. Még többet kritálhatunk. Hoppá. Egyszerűen túl jó nekem ez az XP-s karakter, a Vivian. Damoljunk többet. Szia, Atet. Ja, hát úgy meg pláne igen, Inkvi. Ujj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 
Ajaj, damage. Damage. Hát, HP-ben borzalmasan állunk. Damage. Na majd itt. Persze, hogy itt nincs semmi. Attack size. Hát ez a kasza így azért elég durva. Na ott a HP. Jó. Au. Nos, felveszek, azt el is bukom. Ezek miatt a nagy denevérek miatt. Nem találok petet. ...18%-os kritelési esély a kasszával. Rollolunk egyet. Ja, akkor többször szúrjon a spear. Na, legyen akkor nyugis, szemez. Cooldown csökkentés a kaszára. Megkaptuk az első boss-t, aha.
ez most egy másik kaszás. Au. Még cooldown csökkentés. Három ember helyet dolgoztál, tegnap? Hát ennyire jó vagy, Szemenz, ennyire jó vagy, látom. Na, túzdam. Ó, ez egy elég fura tök. Egy reroll. Damage. Hogy milyen súnyiba elrejtették már a petet? Jó, ássál ki nekem lótat. Hát konkrétan el fog szaladni így a bosszunk, srácok. De miért megy el? Haló, itt vagyok. Ez de fura volt. Na, megkaptuk az újabb bosszt. Menekül egy kis HP. Ó, egy láda. A kalóztök. És arrébb lakadt egy kicsit. Azt mondom, mert hogy jajajaj, hát a Moon Knight ránk jött. Kis kasza damage. Ja, hogy őrlök őtök, nem is kalóz. Átverve érzem magam most így. Sem azt nem menek. Opácska. Te jó volt a tegnap, aha. Igen. Köszi a kérdést. Sushi-sztunk este.
megnéztük az új Obi-Wan részt. Király volt. Na, egy újabb pet. Egy jó kis bányászás. Még többet érnek a coinok. Critical Strike Chance 5%-kal nagyobb. Aha, én ezt választom. Peaky Blinders. Én azt nem néztem eddig még. Jó drága a rerollunk, pedig én csak a kaszát akarom fejleszteni. Nem-e hal meg valaki a végére? Egy Stormtrooper biztos meghal. Azok mindig meghalnak. 300 a reroll? Adjad. Hát az a helyzet nem lett jobb. Kaszát akartam amúgy kérni, de nem adtam. Hát... szuper. Szevaszos a naposan. Oh. Milyen jó, hogy 27-eket kritelünk, ez tetszik. Így ezzel a fegyverrel lehet menni clearálni. Na szuper. És itt van két shop egymás mellett. Milyen jó. Ez most mi? Halt. Bármi is volt. A szadamja. Milyen király már basszus ez a kasza. Hihetetlen milyen jó. Mindenkit megöl, akit kell, és még lootolni is tudom a ládikókat. Au. Na, végre a mágnes. Attack size növelés. Nem néztem még az Umbrella Academy-t. Az a Resident Evil sorozat, ugye? Ez lesz a negyedik pet cage. Akkor nem tudom. Azt hittem, hogy az az. Akkor rossz volt a tippem. Hoho. XP szívkodás, mert... Na, egy jó kis bányászás is belefér. Jó.
Ja, közben megöltünk egy boss-t. Adag 100. Na-na, ne nyugdös. Most a nagy felfedezőt játsszuk. Au. Hát akkor mehet egy újabb bányászás. Hozott valami levest, a séf. Eddig élt a séf. Crit chance. Jó, még egy kis bányászás. Még több crit, 48%-os critünk van. Még nagyobb attack size. Jézusom. De most már csak öljük meg őket. Még több dam. Attack size. És ennyi, srácok. Szóval mondta, hogy a boss iszonyatosan lassú. Na. Na nézzük, miket sebzünk rá. Ez az. De szép. Ez az. Még. Ez gyönyörű. Jó, ez a cleaves build nekem baromira bejön, srácok. Plusz 10 volt az attack size, a cooldown reduction, a damage és majdnem a crit chance is. Köszi, köszi, srácok. Van-e valahol? Ez esetleg? Azt kéne kirakni, vagy nem tudom ezt. Még tornádó! Meg jól kimaxoltad ez a street? Ja. Hát igen, rajta vagyok. Ja, kizoomolok. Csak kontrollerre nem lehet. De hogy ilyen, már. Ó, basszus, hát ott volt a kasza, azt kellett volna. Mondjuk nem tudom, mert Reaperből még nem öltünk annyit. Plusz damokat tudunk kérni a mine-ra. Többször kapcsol. És plusz egyet tudunk majd lerakni még pluszba. Wow. Hát itt fölfele annyira nem haladunk jól. De azért már itt ott bele kóstoltunk, húcskáltunk ebbe-abba. Ja, itt alul szépen haladunk. Menjünk még egyet.
most nézzük meg a zárót, mit szóltak. Ugyanúgy itt. Ezt lehet irányítani. Mert arra megy, amerre néz a karakterem. Kell csinálni majd vastagabbra, meg gyorsabbra. Milyen jó, hogy amúgy nem adja. Szuper. Ilyet a cleave. De hát felfelé nem is néz a karaktered arra, hogy... Ja, akkor nem amerre néz, hanem amerre irányítom éppen. Attack size, na az kellett. Chance. Ő itt szívás van. Attack size. Jó, legyen még vastagabb. Kudanit. Jó, még egy reroll szerintem belefér. Nagyon szuper, ugye? Szemétjáték. Hétvégén egyébként Westworld új évad, csak mondom, ha valaki még követi. Illetve hamarosan folytatják a Stranger Things-t. Ha már így a sorozatokról van szó. Én várom a Westworld-ot. Nekem nagyon adta. Meg adja. Nyilván nem olyan menő a... Nem olyan menő az utóbbi évad, mint az elején, az első. Nekem adja így is. A kéne sebzés, mert bajba leszünk. Ó, ez az! Crit chance. Húha, srácok! Cooldown reduction. Na basszus, rám robbantak. Mekkora veszöm? Very big. András. Jújjúj! De nem elég erős. Nincs sebzésünk. Jó, damage. Na, tessék. Tehát akkor 8 irányba tudunk felelőni.
mi a gyökerek, azok múltkor iszonyatosan vastagok voltak. Na nézzük. Na ha nem, benéztem, nem csak 8 irányba tudunk vele lőni. Ajaj. Oké, cooldown csökkentés. Na ebbe lesz heal. Nagyon jó. Tessék szépen halni. Az hogy lehet? Hogy lehet, hogy ennyire gyenguszok vagyunk? Ujj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 
Az milyen sorfalott? Elnézést. Na, crit. Ha, mi fáj? Nagy a baj. Az nagyon nagy a baj, srácok. 29 HP. Jó boss. Damage. Jó, cooldown reduction. Crit. Mi a... Van egy-két csontja, ami miatt nem tudok hozzáférni az XP-hez. Tényleg csak egy-kettő. Attack size, na tessék, még vastagabb. Hát ez meg nem találja el a nagy csontikat, BTF. Ajajajajajaj, az asszonyok betámadtak. Bányászásra valószínűleg most annyira nincs szükségünk. Ott az, hogy HP volt azért. Nyomunk egy rerollt, hát ha az arrow-t tudjuk fejleszteni, persze nem. Ajajajajajaj. Egy kis heal. Most így nem tudom, nem milyen az XP. Oké. 13-as damm.
Könnyen lehet, hogy ide most beszorolunk. Jaj, de hát az rám ugrott. Ugye ezen pácba vagyok, srácok. Attack size, na talán majd ez. Ú, mennyi XP-t bukunk el. Hát valahogy a kaszával könnyebb volt. Én úgy gondolom. Kaszával könnyebb volt bánni. Attack size. Még a kriten állítunk. Jó, ez a nem tudom mi ez itt rektális lesz. Nagyon durván követ minket. Egy kis HP. Na! Ujjajaj, de hát rám jött. Levasz madarin. Pirítós nyomtam reggelire. Ebédre meg semmit még. Sajnos. Happy. Happy. Jézus, madarim. Jajaj. Még kill. Na, azt mondja, hogy rollolunk. Garnélás tészta. Hoppácska, egészségedre. Au. A séf, megjött a séf megint. Meg is halt. Mit keresnek itt a slime-ok? Na se baj. Persze egyetemen attack size.
Ebből is akkora kell nekem, hogy ne férjen rá a képernyőre. Damage. Ja, nagyobb AOE. Damage. Hit chance. Jujuj. Damage. Hő, bizony. Hő van, mert meghalunk. Hát, nem. Hozok még egy monitort, hogy rendesen kiférjen a képernyőre. Hát, ez most szomorú. Ez most szomorú véget ért. Na, tehát ezt most meg tudjuk venni. Köszi szépen, köszi. Kassa. Ja, nem. Még kell Reaper-t halni, hogy a kaszát még durvábbra tudjuk felfejleszteni. Viszont én azt mondom, srácok, hogy egy elég ebből a játsziból. Mostára mentünk nagyon szép köröket. Feloldottunk a deserten egy újabb részt, amit nem gondoltam, hogy lehet. Illetve a Dark Forest-et is végignyomtuk, nem egyszer. Úgyhogy ennek örülök. Hoppácska! A szőnyeg HP-ja megnő 5%-kal minden egyes percben. Itt vannak átkok már. Durva. És? Ha az egerem is engedi, akkor már mutatom nektek, hogy állunk jelenleg a fával. Hát itt ezen a részen még lesz mit feloldani. Ott is egy pet. Az erót is lehetne fejleszteni. Látjátok, az erő önmagában kevés, és a Magic Mine is kevés volt mellettem. Úgyhogy még valami kell, de már szépen haladunk itt a fán. Annyi érdekesség van, hogy a 75. és a 100. upgrade-et is most vettük meg, valamint... Június 23. Állokoltuk a Rupert nevű petet, a Chikoredet, a Mandrake-et. Ezek még azok a dolgok, amik így történtek. Látjátok, hogy 350 upgrade-et lehetne amúgy venni. Shuriken, Ability, Herty, Chris, Voodoo, Big Tex, Lockpick, Nomicron, Cici nevezetű peteket még fel lehet oldani. Valamint challenge-ek vannak a Spine dűnén. Ilyen achievementek még azok, amik járnak a játékban. Durva, hogy a többi fegyverrel nincsen achievement, vagy lehet, hogy nincs is többi fegyver. Lehet, hogy ezek így még itt nincsenek meg. Lehet, hogy ez az utolsó. Lehet, hogy nincs is több karakter. Jó kérdés, mi? Úgyhogy, srácok, egyelőre ennyit ebből a játsziból, azért most jobban meg tudtuk tolni, és meg tudtuk nézni, hogy mégis mik vannak. Aha, olyan kaktuszt kéne még alni, hogy fejleszthessük a tengelványt. Tengelványon még kéne valahogy buffolni. Tessék, szereztünk még egy achievementet, mit szóltok? De szerintem ennyi a max.
Nem, ez nem igaz, mert a kassa banner size-át megnöveltük, tehát hogyha most már méretnövekedést kérünk a kaszánál, akkor minden sokkal-sokkal nagyobb lesz. Hopp, valamit vettem, max HP-t, tehát az ugye nagyon fontos. Tessék, veszünk még akkor HP-t, meg még HP, és ott is HP, meg ott is HP, ez nagyon jó. Hol van még HP? Felesleges pontköltések, ez az még HP, és ott is lenne még 2 HP, elképesztő. És a bonsát damage-el plusz egy enő. Meg még egyel. Hát akkor amúgy a bonsátos build-et is lehetne majd nyomni a jövőbe.